Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én és ebben a videóban egy új sorozatot fogunk elkezdeni a csatornán. A sorozat lényege, hogy bemutassam nektek a nyári igazolásokat, és elmondjam a véleményem, hogy az adott játékostól milyen kártyát várhatunk majd a FIFA 18-ban. Kezdjünk is akkor bele. Az első játékos nem más, mint Nelson Semedo. A Barcelona elsősorban Bejerint szerette volna megszerezni, de mivel az Arsenal nem engedte el, ezért a választásuk a Benfica hátvédjére esett. A legutóbbi szezonban 47 mérkőzésen két gólt és 12 gól paszt jegyzett, ami egy hátvédnél elég jónak mondható, ezzel az előrelépéssel szerintem bőven upgrade fogják az ő kártyáját. A következő játékos Bakayoko, aki a Monaco csapatát három évig erősítette, az előző szezonban 51 tétmérkőzésen három gólt és egy gólpaszt jegyzett mindösszesen, viszont bekerült a BL álom csapatába is. 5 évre írt egyébként alá a Chelsea csapatához 40 millió euróért, lehetséges, hogy egy egész jó kis használható kártyát kapunk majd tőle a FIFA 18-ban. Térjünk át akkor a Bayern München első igazolásához, aki nem más, mint Tolisso. Ugye a 22 éves francia középpályásnak az elmúlt szezonban 4 millió euróról 22 millióra nőtt az ára, 31 bajnoki 8 gólt és 5 asszisztot jegyzett, aki minden bizony a Xabi Alonso helyét fogja majd átvenni a csapatban. Én egy-két rétinget emelnék azért mindenképpen a statisztikáin. A következő igazolás nem más, mint Salah, aki 5 évre írt alá a Liverpool csapat ...hoz. egyébként ő volt Klopp első számú kiszemeltje. Az előző szezonban 41 mérkőzés alatt 19 gólt és 15 ő gólpassz jegyzett, ami elég jó mutató, viszont vele kapcsolatban van egy érdekesség, ugyanis három évvel ezelőtt a Liverpool már majdnem megszerezte, azonban érkezett a Chelsea tőle amit a játékos el is fogadott, így került egyébként Londonba, szerintem egy ilyen 84-es kártyát fogunk kapni majd a FIFA 18-ban. James rodriguez Rodriguezre térjünk át egy kicsit, 2019. június 30-áig szóló kölcsönszerződést írt alá, ezután a Bayernnek opcionális joga lesz majd, hogy még végleg megvásárolja a Real Madrid játékosát. Véleményem szerint ugyanolyan 87-es értékű kártyát fog kapni, mint a FIFA 17-ben. Na de akkor térjünk át bonucci -ra. ő a következő igazolás, 2022-ig írt alá a rivális Milán csapatához, én mindenképpen azt várom tőle, hogy emeljenek az értékein, bárha csak 87-es marad, úgyis egy igen erős közép hátvédről beszélhetünk. A Manchester City első nyári igazolása a 22 éves Bernardo Silva volt, aki 58 mérkőzésen 11 gólt és 12 gólpaszt adott. Elég nagy előrelépés igazából ez a karrierjében, mindenképpen egy ilyen 2-3 rating emelést várok majd tőle, a FIFA 18-ban. De akkor lépjünk át egy másik Manchester City-s igazoláshoz, nem más, mint Kyle Walker. Ugye 45 milliós igazolás után kijelenthetjük, hogy a világ legdrágább védője lett. Nagy kérdés egyébként, hogy nála az IE hogyan dönt majd a rétinget illetően. Ugye ugyanúgy a Premier League-ben maradt, én kíváncsi leszek, de szerintem egy egyértékelést azért emelni fognak rajta. Elérkeztünk akkor a Manchester United bomba igazolásához, nem máshoz, mint Lukakuhoz. Az eddigi leges, legnagyobb igazolása nyáron, a legutóbbi szezonban minden sorozatot figyelembe véve, 39 mérkőzésen 29 gólt szerzett, és a góllövő lista második helyét foglalt el, ugye Harry Kane után. Ez a kártya biztos, hogy egy 86-87-es rétinggel fog majd érkezni. Viszont elérkeztünk az utolsó játékosunkhoz, aki viszont az Arsenal rekordigazolása, nem más, mint ugye Lacazette, 45 mérkőzésen 37-szer volt eredményes, és 203 francia élvonalbeli meccse alatt 100 gólt szerzett idáig. Véleményem szerint egy nagyon-nagyon erős igazolás az Arzenálnál, én pedig egy ilyen egy vagy maximum kettő, de nem hiszem, hogy egyébként kettő rétinget emelni fognak rajta, úgyhogy én egy ilyen 85 86-os kártyát tippelek nála de majd kiderül igazából a későbbiekben. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lezzetek egy lájkkal, mert ez a legjobb visszajelzés számomra, hogy még szeretnétek ilyesmi, vagy ehhez hasonló videókat. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!